Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Olajos János, egy erzsébetvárosi polgár. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Előre hozott választások? Nem, valami egészen időközi. Más. Időközi választások lesznek, többek között Erzsébet városban is. Valaki bányászott, aztán fogta magát és megköszönte, hogy részt vehetett a bányászásba, és most választások lesznek. Így. Hogy lesz egy Erzsébet városi polgárból például helyi képviselő? Mi fűt egy embert abban, hogy valamit tegyen a közért, fáradtságot, időt nem kivélve? Hát leginkább én úgy gondolom, hogy ami engem is fűt ebben a történetben, hogy az elmúlt két-két és fél évet látva, ami ebben a kerületben történik, pontosabban ami nem történik, illetve ami meg történni látszik, az csak visszafele viszi a dolgokat, és nem előre. Azt akarja mondani, hogy ez az Erzsébet városi hajó éppen süllyedni kezd? Ez éppen, igen, ez kikötött valahol 19-ben, és nem bír elindulni, és azóta csak ott a dokban áll, és mondjuk így szépen lassan süllyed el önmagában, de nem megy sem erre. Egy ilyen teljesen holtponton áll a történet. Amit megpróbálnak csinálni, az szerintem teljesen, hogy mondjam, szép finoman fogalmazva, egy ilyen nesze semmi fog meg jól. Ugye látjuk a közlekedést, hogy mennyire hozzá nem értő módon próbálnak közlekedés, illetve forgalom csillapítást végrehajtani. A közlekedésben igaza van, de ennél sokkal kellemetlenebb. A héten vendégem lesz a Fidesz frakció erzsébetvárosi vezetője. És ha odafigyeltem kellőképpen, akkor például a jövőben ritkábban fognak takarítani. Így. Vagy hogyha hosszú hétvége lesz, akkor a kukákba fulladunk, illetve a kukák tartalmába bele. Akkor most mi van? Nem előre, hanem hátra megyünk. Vissza az ókorba, jó, hogy nem az utcára ürítjük az üríteni való. Ezen a képviselőtestületi ülésen, amiről szerintem majd a frakcióvezető úrral is biztos fognak valamilyen módon beszélgetni, ezen valóban elhangzottak ilyen előterjesztések, amelyekre a helyi civilek is elég jól reagáltak tulajdonképpen, hiszen olyan dolgokat vetettek fel itt az önkormányzat vezetője, ami nem a civilek, illetve a lakosság feladata, például ugye a szemét eltakarítása az utcákról. De ezt nem ingyen csinálják, hát ezért hát a lakosság nem, hát, fizet. Ez így van, és ők mégis ezt valamiféle dicsőségnek tekintik, hogyha valamit megtesznek, akkor azt kitűzik azonnal a dicsőségtáblájukra, és úgy tüntetik fel, mintha ők valami extra pluszt tennének bármihez is hozzá. Holott a befizetett adókból és az önkormányzat feladatai közül. De mindenre csak azt tudják mondani, hogy de ellopta a kormány először, és igen. Ezt ki kéne írtani. Erre viszont azt szót, mondani, hogy ellopta. Erre viszont azt mondani, hogy igen, mindig ezzel jönnek, hogy elvontak forrásokat. Igen ám, de elvisznek feladatokat is. Tehát a feladat elvonása az tulajdonképpen azzal jár, hogy a költségeket is elviszi magával az állam. Tehát az, hogy most közvetlenül nem az önkormányzatok kezelik a helyi óvodákat, iskolákat például, tehát ezzel egy csomó olyan költséget vitt el az önkormányzattól, ami kompenzálja majdnem, hogy azt, hogy kéne, illetve hogy őtőlük forrásokat az is elmondja. Az ellenzék állandóan azt mondja, hogy az előző vezetés elkútyavetyélte Erzsébet város értékeit. Ők viszont úgy tűnik, mintha lerohasztanák. Mi a különbség? Hát igen, ez a múlt héten. Leértéktelenítik, igen, hát ez a lerohasztás szó is, ez teljesen megmutatja azt, ami valóban történik. A felújításokat, amit ígértek, meg azt, hogy nekik van valamiféle ingatlan gazdálkodási koncepciójuk, amit hiányoltak az elmúlt időből, hát abban csak egy koncepció van, hogy semmihez nem nyúlnak. Úgymond azon lakosoknak, akik 20-30 éve bérlői egy-egy lakásnak,
azoknak most piaci áron akarnak mindent eladni, tehát ez, ők a kedvezményeket róják fel hibának. A minap beszélgettem Róna Péter közgazdásszal, aki 2,5 percig a Hetz kedvéért nagy kérések után elvállalta, hogy szerepeljen, mint köztársasági elnök jelölt. Iszonyú klassz vele beszélgetni, amikor túl vagyunk ezen a kiruccanáson. Most ünnepli a 80. születésnapját, ugye, és egy igazi közgazdász, és arról beszélt, hogy tulajdonképpen a baloldalnak, nem csak Magyarországon, szerte a világon nincsen válasza a gazdasági problémákra. Na most, hogy ha a helyhatósági, tehát ennek sincsen, akkor mire van? Én azt tapasztaltam, és visszatérek a kezdő mondatunkhoz, hogy az elmúlt 2,5 év az arról szól, hogy valami olyan emberek kerültek pozícióba, nem csak itt a kerületben, hanem ahogy mondtad, és esetleg akkor ezek szerint Róna Péter is, hogy a baloldalnak nincs válasza, akik leragadtak a 80-as, 90-es éveknél gazdasági szempontból. Én nem látom, biztos vannak nagyon jó közgazdászaik egyébként, de szakembereik, olyan emberek, akik haladtak. Tehát elméleti. Elméleti síkon persze, hogy ne, hát ez a liberális gazdaság és az egyéb gondolatokat, ezeket mindig bedobják. De gyakorlatban én még mindig azt látom, hogy ott valahol a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemről kikerült diplomájukkal. Azért próbálnak. Voltak ott, akik világhírűek lettek. Ez így van, azért mondom, hogy tisztelet a kivételnek. Neked, mint erzsébetvárosi polgárnak Marx zavarja a világnézetedet, de semmi baj nincsen. Nem, mindenki ki a papot, ki a papnézeti. Nem, haladni kéne a korral, én azt mondom. Igen, és alkalmazni kéne dolgokat. Nem, na piros most pontokat, meg fekete pontokat osztogatunk az alkalmazottaknak a teljesítményére. Ez már nem fizetést emelünk, vagy elvonunk. Tényleg, te dolgoztál is Erzsébetvárosért, és most szeretnél újból dolgozni. De hát abból éhen lehet halni, amit egy ilyen helyi képviselő kaphat. Mégis mi az, ami fűt? Meg akarod menteni? Meg akarom. Hisz valamikor ez úgy tűnt, mintha egy kis bomboniéra lett volna. Igen. Ez volt például egy olyan kártya, ezt most én persze hazabeszélek, mert ugye augusztusban 70 éves leszek, egy ilyen szép kártya. Igen. Mi a franc bajuk volt ezzel? Miért kellett ezt megszüntetni? Hát az állításuk szerint és az első intézkedéseik között volt, hogy azonnal vizsgálat alá, gorcső alá vonták, hogy ez a szép kártya milyen sok kiadással jár az önkormányzatnak, hiszen ennek volt egy előállítási költsége. Ugye a szép kártya mögötti kedvezményeket, amiket az itteni kereskedők és gazdálkodók adtak a helyi lakosoknak ezen a kártyán keresztül, ezt valahol valamivel kompenzálni is kellett, hiszen ők sem a jó szívűségükből élnek, hanem na jó, de hát forgalmat. Ezen keresztül adta az önkormányzat vissza, azokat csepegtetett vissza olyan kis adópénzeket az ennek a szép kártyának a tulajdonosai és a helyi lakosoknak, és csak a helyi lakosok tudtak ugye szép kártyához, illetve nem szép kártyához, ez az Erzsébetváros kártyához jutni, ami megilleti őket, és arra költhették, amire nekik volt. Ettől helyi patrióták váltak, mert nem a másik kerületben mentek hát el, hanem megpróbálták. Nem az, hogy bezárkózzunk, és csak a helyi. És akkor nem megy tönkre a kis fűszeres, mert akkor ott vásárolnak. Így van, a sarki fűszeres is tud tovább létezni, az a kis vendéglős, vagy az a szerelvényboltos is meg tud élni, aki kivérelt mondjuk egy önkormányzati pincét, vagy egy udvari valamilyen helyiséget, és ki fogja tudni már fizetni. Már is földobtad a labdát. Ha megyünk például a keleti pályaudvaron, a Tököli úton, így van, akkor minden második üzlet be van zárva. Ezek, vagy akár a Rákóczi úton, ezek az önkormányzatnak az üzletei részben? Többnyire, igen. Nagyon sok van. És rátermettség hiánya, hogy ezeket nem tudják kiadni? Hát ez jó kérdés. Ők próbálják, és ahogy látom, és előterjesztéseket olvasgatok, és ugye vannak bizottságok, akik ezek döntéseket hoznak, azért fű alatt azért ilyen pályázaton kívüli elbírálással osztogatnak
néha miskolci, néha valamilyen távoli vidéki illetőségű embereknek olyan helységeket, amiket még a helyiek is... Támogatni kell a vidéket, nem csak a főváros létezik. Költözzenek minél többen, hiszen látjuk, hogy a fővárosban azért van még hely olyan embereknek, akiket szeretnek. Van, nagy irodalomban szokták mondani, hogy nem biztos, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak. Sikerült-e azokat a pályázatokat, amit az előző önkormányzatnak sikerült jól megírni, lehívni, alkalmazni fejlesztéseket? Hát itt igen, tehát ez is egy olyan pont, ami ugye lássuk be, Csányi utca és Verseny utca. Ez a két terület, egyik a belső Erzsébet város, a másik meg ugye a keleti pályaudvar melletti rész, egy tömbrehabilitációs úgynevezett VECOP pályázat keretében az önkormányzat 2 milliárd forintot nyert annó a 19-et. 2 milliárd forintért érdemes lehajolni, két nem? Milliárd forintért nem úgy érdemes, de szerintem kötelező is mindenkiért ezt megtenni, és nem pedig hagyni elúszni, de hát nem látunk belőle semmit. Mi úgy adtuk át ezt annó a pályázatot, hogy gyakorlatilag az utolsó stádiumban volt, hiszen már a tervezők is dolgoztak a felújításon, illetve azért mondom, hogy tömbrehabilitáció, hiszen itt nem csak két háztömbről vagy háromról volt szó, hanem utcák által körül határolt területnek a humán politikai János, nagyon jó, hogy mondod ezt a kifejezést, hogy politika. Tulajdonképpen egy helyhatóságba pártokról van szó, vagy miről? Nagyon köszönöm a kérdést. Én, mint itt élő polgár, aki a városban élek, és valahol helyben élek, onnantól kezdve, hogy nem országos politika, amin most túl vagyunk április 3-án, és megmutatta az ország, hogy mit szeretne. És most elkövetkezik egy ilyen időközi választás, ahol a helyi dolgainkat tudjuk mi most már valóban a kezünkben tartva megválasztani, hogy ki képviseljen, és ez a szó annyira kifejező, mint a magyar nyelven sok minden, hogy képviseljen engem, akit én ismerek, akiről elhiszem, hogy képviselni tud, mert ha bemegy egy hivatalba, akkor tudja, hogy kihez kell szólni. Aki megérti azt, amit én mondok neki, meg meghallgatja. Ez egy gyönyörű végszó, én azt hiszem, hogy nézőink is megértették. Úgy tűnik, hogy Olajos János a tettek embere, egy erzsébetvárosi polgár, aki idáig elméletben próbálta segíteni, valamikor fizikailag, és most a tettrehívás pillanata van, amikor el fog indulni, több mint valószínű, és megméretteti magát, hogy szolgálja. Szolgálja önöket a 4-es körzetbe, hisz körzetekre van osztva egy kerület is. Ez nem a hirdetés helye, de azt szeretnék, hogy tisztább legyen a környékük, hogy valaki fölemelje a hangját és az asztalra üssenek. Igaz, az ellenzéki képviselők, mármint a kormánypárti képviselők is, akik bent ülnek, azok is mindent megpróbálnak tenni, nem mindig sikerül, hisz a másik oldal többségben van. Ime a ragyogó alkalom, hogy itt is a mérleg nyelve másképp legyen, nem országos politikáról van, hanem szép tiszta otthonról, kellemes városról, ahol jó felébredni. Az elmúlt 15 percben Olajos János erzsébetváros polgára volt stúdiónk vendége. Ha kopogtat önöknél, fogadják szeretettel minden kopogtatót, de őt is, és adják meg a lehetőséget, hogy bebizonyítsa, hogy a hátralévő két esztendőbe, ami egy töredéke az időnek, mit tud ő tenni önökért, miértünk, mindannyiunkért. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Előzetesek, és már is jövünk vissza, Gyarmati István nemzetbiztonsági szakértővel. Tartsanak velünk!